Kárpára nevelés, igyekvő polgáraként a helyi termékek munkahelyek iránti aggodalom hozott ma ide, hiszen nincs Székelymölt székelygazdaság nélkül. Ma itt mi mindannyian azért vagyunk itt, hogy kimondjuk, Székelynek székely terméket. Ezúttal a Csíkisvő manufaktúrájával kell szolidaritást vállalnunk, mert őket támadják, őket ítélik pusztulásra. Csíki embereket, családapákat, családanyákat küldenek utcára, mert szúrja a szemüket a magyar felirat, a magyar nép. Mi is történt röviden. Csütörtökön figyelhetünk fel arra, hogy a táblabíróság betiltja a csíki megnevezéssel ellátott termékeket. Ezek közé tartozik az igazi csíkisör, a csíki barna és a mézes csíki. Ez a csíki manufaktúrára a termelésének 90%-át érinti. Ezekről tudom, hogy a piacgazdaságban ilyenkor szükségszerű lépéseket kell tenni, amiknek áldozatai vannak. És kik lesznek az áldozatok? Hát azok a csíki emberek, akik abban a manufaktúrában keresik a családjuk számára a kenyeret. Már régebben is zavart, amikor a Brassói Fogyasztóvédelem többek között végsepelt a helyi termelőket, akik itt a város főterén szervezett vásáron értékesítették portékáikat, utána következtek a külföldi üzlethálózatok, amelyek a nagyszámú helyi kereskedőket elég gyorsan a csőd felé vitték. Visszatérve a csíkisör manufaktúra esetére, amikor tudásom lett, hirtelen a 140 dolgozóra, alkalmazottra gondoltam, olyan gazdasági helyzetben, amikor a munkahelyeket létrehozó cégek nem igazán jelentkeznek környékünkön, igenis a jelenlegi 140 munkahely rendkívül fontos a környék számára. Most a napokban láthattuk, hogy az ország korron, mert nem úgy mennek a dolgok ebben az országban, ahogy a normális esetben menniük kellene. Két európai bíróság kimondta már, hogy a csíki az nem csuk. Miért nem ezzel szemben a Marosvásárhelyi Bíróság? Mi van mögötte? Politika. Beszélném szépen a következő